Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Vasárnap befejeződött a 8. székelyföldi Varga Sándor verstábor. Ebben az esztendőben a megszokottakhoz híven, a hagyományoknak megfelelően 33 fiatal vett részt a 10 napos táborban. Köztük természetesen a székesfehérvári versünnep tehetségei, emellett budapesti, miskolci, kárpátaljai, délvidéki, felvidéki, székelyföldi gyermekek egyaránt részesülhetek abban a csodában, amit ez a tábor adhat, Kubik Anna, Ráczkevei Anna és Rubold Ödön többek között vezetésével. Most nézzünk meg egy összefoglalót, hiszen ebben az esztendőben először Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzata is képviseltette magát, mégpedig egy hétig ott volt velünk Mészáros Attila alpolgármester, mint egy segítendő és bizonyítandó, hogy Székesfehérvár számára fontos ez a tábor. Székesfehérvár büszke lehet a történelmi múltjára. Gyakorta mondjuk, hogy Székesfehérvár a királyok városa, ez így is van. Székesfehérvár a gazdaság városa, Székesfehérvár ugyanakkor a kultúra, a zene és a fiatalok városa is. Az önkormányzat az elmúlt időszakban nagyon sokat tett azért, hogy a fiatalok, tehát a főiskolás, egyetemista fiatalok otthonra találjanak. A másik oldalról szintúgy nagyon sokat tett azért is, hogy a kultúrát egyre jobban befogadó közeg megmutathassa magát a fiatalok által. Ez a koncepció meglehetősen erős, és úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan része van, amely nem csak a fiatal felnőtteket, hanem a középiskolákat is megragadja. Valóban Székesfehérvár, mint a nemzettörténelmi fővárosa, azt gondolom, hogy feladataként kell elvégeznie mindazokat, amelyeket említettél, tehát a fiatalok lokálpatriotizmus tudatának erősítését, a kultúra iránti fogékonyságuk fejlesztését, és azt gondolom, hogy ez a mára-már mozgalommá érett program, amelyet több mint 9 évvel ezelőtt megálmodtunk közösen, és elindult, azt gondolom, hogy ez ritka és egyedülálló, és nagyon örülünk, hogy ebben Székesfehérvár önkormányzata aktívan részt vehet, hiszen az idejében már 9. alkalommal szerveztük meg a fehérvári versünnepet a médiacentrummal, illetve az Egyházmegyével közösen, és a 8. székelyföldi Varga Sándor verstáborban lehetünk itt, amely azt gondolom, hogy egy nagyon komoly érték. Ezt az értéket örülök, hogy sajnos Sándor már nem lehet itt velünk, de családja és barátai tovább viszik, hiszen azok a fiatalok, akik elindulnak a versünnepen, ők már egy értéket hoznak magukkal, amelyet itt szakavatott tanárokkal, segítőkkel tovább tudnak fejleszteni ezt az értéket, és azt gondolom, hogy szerencsére nagyon sok székesfehérvári átvehet ebből az értékből különböző városi rendezvényeken, a Vershúron programokon szeptemberben, illetve advent idején, és hát természetesen látjuk ezeket a fiatalokat a különböző utcaszínházi előadásokon, akár március 15-én vagy október 23-án. Azt gondolom, hogy ez nagyon komoly összefogás eredménye, hogy 9 év alatt ideig eljutottunk, de természetesen szeretnénk folytatni a jövőben is. Mi a közösségépítő szándék, az tetten érhető, Varga Sándor is így fogalmazta meg annak idején, amikor a versünnepet életre hívta. Fájdalmasan hiányzik, de úgy gondolom, hogy az imént említett szakmai vezetők is mindent megtesznek azért, hogy esztendőről esztendőre egyik oldalról a versünnep, a másik oldalról pedig a csíkcsomortáni verstábor is teljes és egész legyen. Fontos kérdés, hogy ugye az eredeti szándék is az volt, hogy ez egy közösségépítő rendezvény legyen, egy közösségépítő tábor, ahol a hagyományok, az ősi kultúrát is megismerhessék a gyerekek. Ez jó út. Azt gondolom, hogy igen. Mindig úgy szoktam fogalmazni, amikor van lehetőségem ide kijönni a táborba, és a környék azt gondolom, hogy fantasztikusan csodálatos, szép táját és történelmi eseményét megörökítő alkotásokat megtekintjük, hogy ide minden székesfehérvári fiatalnak legalább egyszer el kéne jutnia. Hiszen akár az 1000 éves határ, vagy a mádéfalvi veszedelmet emléket állító szoborhoz, és még sorolhatnánk azokat a magyar történelemhez szorosan kapcsolódó eseményeket és történelmi helyeket, azt gondolom, mindenkinek látnia kell. És az a csapat, amely minden évben lehetőséget kap arra, a 12 döntős, hogy eljusson, azt gondolom, hogy egy olyan lelkülettel
pozitív lelkülettel térnek haza, amelyet aztán a mindennapjaikban tudnak kamatoztatni. Azt gondolom, hogy mint a nemzettörténelmi fővárosa, Székesfehérvár feladata, hogy ezt a ma fiataljaival megismertesse. Ezért is segítjük, támogatjuk a tábort, amelyben nagyon komoly szakmai munka folyik, de szerencsére a szervezők mindig figyelnek arra, hogy a fiatalok eljussanak azokra a történelmi helyekre, amelyek még néhány évtizede Magyarországhoz tartoztak. Most sajnos ezek már egy határon átívelő területek, de ezek a közösségépítő programok azt gondolom, hogy nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a határ eltűnjön, és valóban a fiatalok is magukénak érezzék ezeket a történelmi helyeket. Kubik Anna megerősítette az idén is, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy azok a fiatalok, az anyaországbéliek, hiszen Székesfehérvár mellett Budapestről, Miskolcról is érkeztek ebben az esztendőben, illetve a délvidéki, felvidéki, kárpátaljai és székelyföldi fiatalok is egymásra találjanak. Tehát a közösségépítés az alap. Viszont hogyan lehet a versen túl megerősíteni azt a nemzeti identitást, ami egyébként számunkra, felnőttek számára természetes, viszont nekik ez még új. Én azt gondolom, magának a versenynek is a lelkülete és a szándéka is a nemzetegységben rejlik. Én nagyon örülök minden évben akkor, amikor olyan határon túli költők verseivel jönnek akár az elődöntőbe, akár a döntőbe, akik ma már nem az anyaország területéről származnak, hiszen ebből is látszik, hogy a fiatalokat igenis érdeklik és megfogják azok a határon túl született versek, amelyekkel érkeznek ezekre a rendezvényekre. És szerencsére azért nagyon jó volt hallani tegnap is Mádéfalván Barát Eszter Vasarbelt versét, de még sorolhatnánk azokat a költőket, akikhez a fiatalok szívesen nyúlnak, szívesen olvasnak és szívesen mondanak. Én azt gondolom, hogy rajtuk keresztül tudunk még több fiatalt elérni, hiszen nyilván ők sokat mesélnek otthon, a barátságukban, családjukban, hogy milyen élményekkel gazdagodtak ezekben a napokban, és hát azt gondolom, hogy nekünk is ebben nagy felelősségünk van, hogy ezt átadjuk a mai fiataloknak, és hát természetesen az intézményeknek, az iskoláknak és a pedagógusoknak is ebben nagy szerepük van. Szerencsére azt gondolom, hogy az elmúlt években egy nagyon jó tanári közösség is formálódott a vers ünnep és a vers tábor mellett. A Ciszter Gimnáziumból Ferenczi Noémi tanárnő is itt volt a tábor alatt, és sokat segíti ezt a munkát, de minden intézményben van egy-két olyan pedagógus, aki azt gondolom, hogy ebben sokat segít nekünk, hiszen ezt tovább kell vinni, ezt a mozgalmat a jövőben is. A jó kedvés, a szakmai munka, tehát az igényes szakmai munka itt kézenfogva jár, és azt gondolom, hogy egyet kell, hogy értsünk, hiszen végigkövettük a tábor történéseit ezen a héten, hogy minden eddiginél jobb csapat gyűlt össze. Tehát annyira érdeklődőek, annyira kivételesen fogékonyak ezek a fiatalok. Tehát bennük van természetesen az a kortól függő játékosság. Ugyanakkor képesek komolyan venni azokat a dolgokat, amelyek azt hiszem, hogy majd a későbbiekben hasznukra válhatnak. Azt gondolom, hiszen olyan szakmai vezetés, amelyben a táborban van, olyan színészóriásoktól tanulhatnak a fiatalok, mint Kubik Anna, Rutkai Anna vagy Rupko Dödön. Azt gondolom, hogy ez óriási lehetőség a fiatalok számára. És valóban nagyon érdeklődőek és fogékonyak az újra, a kisebb stilisztikai vagy akár vers mondásban kapcsolatos javaslatokra, és nagyon kíváncsian várom egyrészt a gálán is, hogy mit tudnak a fiatalok, és hát természetesen majd az ősz folyamán több városi rendezvényen. Minden gála és minden verstábor búcsúja a következő verstábor kezdete. Milyen üzenetet hordoz a 2019-re nézve, hiszen tudjuk, hogy nagyon fontos esztendők előtt állunk, olyan évek előtt, amikor szükség van a fiatalokra, szükség van mindnyájunkra, szükség van a magyar kultúra megerősítésére. Azt gondolom, hogy
az egész mozgalom is azt mutatja, hogy igenis vannak olyan fiatalok, akik ebben a közegben megfoghatók és alkalmasak arra, hogy ezeket az üzeneteket tovább vigyék. Ezt a munkát kell folytattunk a jövőben is. Jövőre szeretnénk még nagyobb lehetőségeket kínálni, hiszen a 10. fehérvári versenynapra készülünk majd 2019-ben. Szeretnénk, hogyha minél szélesebb körbe jutna ennek a híre, és a városban is még több programot tudnánk kínálni ennek a tekintetében. És hát azt gondolom, hogy aki itt van, vagy itt néhány napot itt tud tölteni Csíkcsomortán és a környékén, abban valóban a nemzettudatosság az még erősebb, és nem bízom benne, hogy a fiatalok ezzel a lelkülettel térnek haza az évben is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!